Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink a röviden. Forgalomkorlátozás, patkanyesési munkálatok kezdődtek a mai napon Budakalászon. Zárva tart, nyári szünet a Budakalászi könyvtárban. Antares, a Junior Artisziusz díjas fiatal zenekar koncertezett előző héten csütörtökön Budakalászon. Az önkormányzat kérésére félpályás forgalomkorlátozás mellett patkanyesési munkálatok vannak augusztus 9 és 12-e között Budakalászon. A hosszú évek óta elmaradt patkanyesés azért fontos, mert így a csapadékvíz az úttól távolabb tud majd elszikkadni. Ezzel biztosítva az útburkolat széleinek minél hosszabb élettartamát. A magyar közút non-profit ZRT célgépei, a vízávezető árkok és az út felületek közti megvastagodott Patka földet eltávolítják és elszállítják annak érdekében, hogy a csapadékvíz ne álljon meg az út szélén, hanem a vízávezető árokba jusson. A kitermelt szennyezett föld veszélyes hulladéknak minősül ezért biztonságos lerakóba kerül. Az érintett területek a szentendrei út, szekfű út és a körforgalom közötti, a Damjanics út Csalogány út és a Budakalász végetábla közötti, illetve a Pomázi út, Taván dűlő és a Liget út közötti szakasz. A munkálatok idején 40 km per óra sebességkorlátozás és félpályás útlezárás mellett haladhat majd a forgalom, melyet jelzőrök és ideiglenes jelzőlámpa fog irányítani. A védett természeti területek és értékek megóvása, őrzése, károsításának megelőzése mellett a szabálysértések utáni büntetések kiszabása az elsődleges feladata a természetvédelmi őrszolgálat tagjainak. Mindezekről Fehér Balázs természetőrt, a Dunai Nemzeti Park munkatársát kérdeztük. Hazánkban jelenleg több száz védett, illetve több fokozottan védett növény szerepel a nyilvántartásokban, melyeket nehéz beazonosítani. Léteznek különböző kiadások a védett természeti kincseinkről, de még így is nehéz a pontos felismerés. Ezért az a legjobb, ha ezeket a növényeket sehol nem szakítjuk le vagy gyűjtjük. Néhány ismeretterjesztő könyvben esetleg jelezhetik azt, hogy, hogy, hogy egy védett állat vagy növényfaj hogyan néz ki, lehet mellette esetleg egy mellékelt fénykép, de valójában, ami alapján mi is dolgozunk, az ugye egy rendelet, amiben viszont csak a fajok neve van felsorolva. Tehát így, ilyen módon, hogyha valakinek nincsen egy, egy, egy nagyon jó fa ismerete, az nehezen fogja tudni megkülönböztetni a védett fajt a nem védett fajtól, hiszen ezek nagyon sokszor hasonlóak, sőt nagyon sokszor lehet mondani azt, hogy megszólalásig hasonlóak egymásra. Úgyhogy emiatt én azt javasolnám, hogy védett területen lehetőség szerint, illetve természetes területen nem kell annak védetnek lenni. Egy olyan területen, ami viszonylag természetes, ami az ember által még nem annyira befolyásolt, ott nagyon valószínű, hogy előfordulnak védett fajok, ezért lehetőség szerint ott semmit ne gyűjtsünk. Személyes felhasználásra gyűjteni az ehető gombákat külön engedély nélkül lehet, de a hazavihető maximális mennyiség naponta 2 kg per fű. A különböző erdei melléktermék betakarításához védett területen a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges, illetve akik üzleti célból eladásra szeretnének nagyobb mennyiséget gyűjteni, azoknak több szempontot is figyelembe kell venniük. A gomba gyűjtésére az erdőtörvény rögzít le egy szabályt, kettő kilogramot lehet fejenként összegyűjteni gombából saját használatra. Tehát üzleti céllal, eladási céllal nem lehet védett területen még gombát sem gyűjteni, illetve nem csak védett területen, hanem erdőterületen nem lehet eladási céllal gombát gyűjteni, legfőjebb engedély. Ö, illetve hogyha már szóba került makk és hasonló, természetesen senki nem fog bírságot, illetve büntetést kiosztani azért, mert valakinek megtetszik kettő makk, vagy öt, vagy akár mennyi, és azt a zsebében hazaviszi. Ellenben mondjuk, hogyha valaki például valóban kimegy és összegerebjézi, mert mondjuk erdőtelepítési céllal, azért ott nem árt, hogyha annak az erdőterületnek a gazdáját ezzel felkeresi, és, és, és az ő Engedélyével végzi ezt a, ezt a dolgot. Fehér Balás elmondta, mi a teendő, ha túrázás vagy kirándulás során sérült vagy elhagyatottnak tűnő állatot találunk. Nemzeti Park természetvédelmi ö, őreinek ö, a Nemzeti Park honlapján külön-külön is megtalálható a telefonszáma, de egy központi száma is van a Nemzeti Parknak. Ezt nyugodtan hívjuk föl, és hogyha védett ö, állatfajról van szó, és valóban ö, ö, Veszélyben van az az állat, akkor megyünk és egy közeli, a lehető legközelebbi mentőközpontba szállítjuk, hogyha például sérülésről van szó. Nagyon sokszor kapunk olyan telefont is, hogy, hogy madár kiesett a fészekből a legtöbb esetben nem esett ki a fészekből a madár, a legtöbb esetben kiugrott a fészekből, főleg a rigófélékre jellemző ez. Ilyenkor lehetőség szerint semmit se tegyünk, hagyjuk ott, ahol van, a szülők pontosan tudják, hogy hol van az az adott fióka, és etetik addig, amíg a röpképességét el nem fogja érni. A természetvédelmi őrszolgálat feladata többi között, hogy a lakosságnak a természetvédelem iránti elkötelezettségét növelje, ezzel is elősegítve a környezettudatos gondolkodásmód kialakítását. Ne szemeteljünk az erdőben, vigyük haza azt, amit magunkkal vittünk aki egy palackot vízzel tele ki tud vinni, ki tud cipelni a területre, azt, azt a pár, grammosat, pár grammos palackot üresen biztos, hogy haza tudja vinni. Mellette még ugye itt ezen a környéken, Szentendre Budakalász környékén, a Pilisben, a Visegrádi hegységben ilyen szempontból viszonylag jó helyzetben vannak a, a turisták, hiszen a a, a Pilisi Parkerdő rengeteg olyan, olyan szeméttároló, tárolót tart fenn a pihenőhelyeken, amelyeket utána rendszeresen ürítenek, tehát valójában senki nem szorul arra rá, hogy szétdobálja a, a területen a, a hulladékát. A szabálysértések utáni büntetések kiszabása az elsődleges feladata a természetvédelmi őrszolgálat tagjainak, amely egy 2000 forinttól milliós nagyságrendig terjedhet. Fehér Balázs bővebben kitért a természetőrök feladatköreire. A munkakörben ö, meglehetősen tág, ö, ö, tág az, amit, ö, amit mi végzünk természetvédelmi őrként. Akár kezdve a lakossággal való kapcsolattartás, különböző tájékoztatások, akár szóban, akár írásban tájékoztató levelek megírása, a természetvédelmi hatósággal való kapcsolattartás. Tehát, hogyha valaki indi, kérelmez egy, egy olyan tevékenységet, mondjuk ami természetvédelmi engedélyhez kötött, akkor a hatóság el fog indítani egy eljárást, és nagyon sok esetben a mi véleményünket kérik ki a döntéshozatalhoz védett fajoknak az adatait gyűjtjük, hiszen az azt hogy egy egy védett faj menny, milyen gyakorisággal, milyen mennyiségben, hol fordul elő, az egy nagyon fontos a munkánk számára a, a munkánk szempontjából. Tehát ezeket gyakorlatilag GPS készülékkel bemérjük a központunkba, beküldjük és ebből egy térképes nyilvántartás készül. Vagyonkezelési dolgokkal foglalkozunk. Foglalkozunk különböző ismeretterjesztő túráknak a, a szervezésével és lebonyolításával, legyen akár szó felnőttekről, legyen akár szó gyerekekről. látogatóközpontban is nagyon sokszor besegítünk a, a látogatóközpontban dolgozó kollégáknak, tehát meglehetősen szerteágazó a feladatunk. A Dunai Poly Nemzeti Park térségének egyedi sajátosságát a három nagy tájképi egység, a folyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása adja a terület kincseire, termő értékeire fokozottan vigyázzunk. Őrizzük meg az utókornak is a természet csodáit. A Kóskároly Művelődési Ház épületében működő nagy látogatottságnak örvendő könyvtár augusztus 9-től két hétig, augusztus 19-ig zárva tart. Nyitás augusztus 23-án, hétfőn a nyári nyitvatartási időrend szerint 9-től 13 óráig. A könyvtár dolgozói augusztus 23-ától folyamatosan frissülő könyvkínálattal, folyóiratokkal, diafilmekkel várják kortól függetlenül az érdeklődőket, szeptembertől pedig visszaáll majd a könyvtár tanévben szokásos nyitvatartási ideje. A Kávári Alakú Park útépítési problémái miatt a Pest megyei kormányhivatal közlekedés felügyeleti főosztálya eljárást indított a Netrax építőipari Kft-vel szemben. A hatóság a helyszíni cél ellenőrzésen megállapította, hogy a Kávária lakópark részeként megépült Fenyves utca, Toboz utca kivitelezése az engedélyezett tervektől eltérően valósult meg. Az útépítés csak részben történt meg, a közvilágítás kiépítése nem fejeződött be, továbbá nem kerültek kihelyezésre a forgalom technikai táblák sem. A Kávária lakópark útjain hosszú ideje nem történt munkavégzés. Ennek befejezését a folyamatban lévő közigazgatási eljárás miatt az önkormányzat sem tudja átvenni. A junior Artisius díjas Antares zenekar koncertezett előző héten csütörtökön Budakalászon. A Kós művelődési házban tartott eseményen sok rajongó elkísérte a bandát, de budakalásziak is kíváncsiak voltak a fiúkra. A Junior Artisius Díjas Antares zenekar 2018 végén kezdte működését, miután közel két évnyi próbatermi munka után egy klubkoncerten léptek először a közönség elé. A banda ezúttal Budakalászon adott koncertet. Próbaterembe kezdtük, aztán uh, már egy kész anyaggal jöttünk a, a publikum elé, uh, és azóta is uh, uh, imádunk zenén, és jó itt végre Budakalászon. Idén is megrendezték a Gitármánia tábort ahol a zenekarból is voltak résztvevők. A Gitármánia távol, amit nagyon szeretünk, két éve voltunk először, és akkor egy, koncertet adtunk, viszont tavaly már András Ikram olyan elbűvően drága tündérmézes mackó volt, hogy elhívott minket zenekari gyakorlati órákat tartani, illetve kurzusokat is. Idén ez, ez ugyanígy megtörtént, Fecó a basszusgitár órákat is vitte már idén, és, és nagyon szeretjük, egy nagyon jó élmény volt. Nemrég jöttünk vissza egyébként, még friss az élmény, és egy csoda hely. Tehát hogy mindenkinek ajánlom, hogy miért szeretünk ott lenni, igazándiból a hangulat. Tehát, hogy tényleg egy olyan társaság, egy olyan crew, tehát, hogy a technikai személyzettől kezdve a tanárok, mindenki annyira odaadóan azért dolgozik, hogy a diákok jól érezzék magukat, nagyon jó élményeket kapjanak, együtt tudjanak zenélni, mi is együtt zenélünk velük, tehát, hogy a tanárok is együtt játszanak a diákokkal, és egyszerűen egy olyan hangulat van egy héten keresztül, kicsit ilyen festival feeling is de közben meg rettentő hasznos. Szerintem nagyon sokat tanulnak és nagyon sok tapasztalat. Zenéjükben a rock, fang, soul, metal, jazz, hip-hop és pop műfajok keverednek. Első évük folyamán több sikeres fővárosi és vidéki koncertet adtak rendkívül népszerű zenekarok társaságában. Talán ami az erősségünk az, hogy, hogy benne van az, hogy olyan zenét akarunk csinálni, ami, nekünk is szórakozás és kihívás, de hogy nem, ne öncélú legyen. Tehát igazából nem zenészeknek szeretnénk zenélni, hanem közönségnek, csak közben olyan zenét csinálni, ami, ami attól még lehet, hogy nehéz. Igazából szerintem mindannyian elég nyitottak vagyunk így, így zenei téren, de Mindenkinek azért megvan az, hogy miben, mi az, melyik stílus az erőssége, és, és senki nem rejti véka alá, és akkor ezt, ezt négyen így összekeverjük, és ebből lesz az Antares főzelék. A zenekart a következő időszakról is kérdeztük. Mindenképp szeretnénk csinálni közeljövőn szerintem egy következő lemezt, az lesz az Antares 4, nem, amúgy ez, ez csak vicc <laughs> volt, már harmadik lemez, de milyen poén lenne, ha negyedik lenne a neve, mindegy is. Lemez mindenképp, illetve még egy klippel szeretnénk majd kijönni, illetve vannak olyan tervek, és a külföldnyitás, aztán meg tudjuk majd, hogy, hogy mi lesz ebből. Megkiderül. A European Mantra 20. születésnapján is fellép az Antares zenekar szeptember végén. További információt az együttes közösségi oldalán találhatnak. Végül a várható időjárásról. Kedden országszerte napos időre számíthatunk, csapadék sehol sem lesz. A légmozgás nem lesz jelentős, gyenge mérsékelt marad. Hajnalban 13-19, délután 29-34 fokot mérhetünk. Adásunk végén következenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Patkanyesési munkálatokat végeznek Mátó Budakalászon. A forgalomkorlátozásra augusztus 12-ig lehet számítani. A Kóskároly Művelődési Ház épületében működő könyvtár augusztus 9-től 19-ig zárva tart. A Junior Artisius Díjas Antares zenekar koncertezett előző héten csütörtökön Budakalászon. Ez volt mai magazinunk a Budakalásma. Híradóval legközelebb kedd este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik köztér című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu per TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!